Sziasztok, Dezső Bence vagyok. Szerintem kezdjük is el. Csak így lazán. Melyik filmben lennél női mellékszereplő? Nehéz kérdés, illetve elég érdekes kérdés, adódóan abból, hogy én a másik nemhez tartozom. Viszont egy Marvel filmben, hogyha nő lennék. És így férfi mellékszereplőként is egy Marvel filmben. Szeretem a Marvel filmeket. Kivel szeretnél legszívesebben egy hosszú csók jelenetet? Scarlett Johansson, Mila Kunis, ez a kettő ugrik most be, biztos még fel tudnék párat sorolni, de ez a kettő a best. Melyik színészt akarod abszolút főellenségednek egy akciófilmben? Johnny Deppet. Kinek mondanak köszönetet az Oscar beszédedben? Érdekes kérdés. Családomnak, barátaimnak, akik támogattak, a stábnak, akivel dolgoztam, illetve a tanároknak, akik hittek bennem, hogyha bár a tanulás nem is, de a színészkedés fog menni. Mi az életed filmzenéje? Fogalmam sincs. Én maga a zenehallgatással is úgy vagyok, hogy amilyen hangulatom van, olyan zenét hallgatok, viszont maga az életem filmzenéje szerintem a Hobbit főcímdala lenne. Mi lenne az életedről szóló film címe? Utazás, vagy változás, vagy remény, vagy véletlen, vagy a véletlen, mert így a körülöttem annyi minden változott 1-2 év per 3 év alatt, hogy az egyszerűen számomra legalábbis hihetetlen, külsőre változtam, belsőre változtam, a környezetem minden változott, rengeteg új embert ismertem meg, de így tényleg olyan rengeteget, hogy ez kimondva is sok. Melyik horrorfilmbe tennéd be a legtöbb barátodat szivatásként? Mi megy most annyira nagyon? A Démonok között 2-be. Viszont hogyha az most megvan, ki van jöve, akkor a Démonok között 3-ba. Hogy vallanál a leggicsesebben szerelmet egy romantikus filmben? Ott ennék a tengerparton, bejönnék egy fehér lóval, kezembe a gyűrűvel, nem szerelmet vallunk, hagyjad már, nem vallunk szerelmet, megkérjük egyből a kezét. Szóval a kezembe van a gyűrű, 4-5 mexikai táncos és 4-5 mexikai énekes állna mellettem, fehér lóban vagyok ugye, a ló az olyan izmos, mint hogyha egy pika lenne, és így jönnek folyamatosan mellettem, így ahogy megyek a nő felé, ott van a kiszemeltem, és úgy ahogy odaérek, tűzi játék a tengerparton. Atya világ. Mi lenne a neved szuperhősként? Doktor az biztos, hogy benne lenne a nevembe, mert az nagyon király. Dr. Miami, az a legjobb. Ezt egyébként azért mondom, mert nagyon megtetszett. Ez egy plasztikai sebésznek a beceneve. Dr. Miami-nak hívja magát, és egyszerűen hihetetlen ez az ember. Ennyi lett van ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Én Dezső Bence voltam. Sziasztok!